Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénás látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A mai adásban két könyvbemutatóra és egy kiállításra hívjuk Önöket. Tartsanak velünk! Egy házaspár könyvbemutatójára hívták az érdeklődőket a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárba. Szádvári Margit és férje Gyula pedagógusok és írók. A férje a Kék túra útvonalon szerzett élményeit írta könyvbe, míg a feleség verseket és novellákat tartalmazó kötetét mutatta be a közönségnek. Új helybe baráti kapcsolat révén jöttek el, és egy tartalmas, szép gondolatokkal teli estét szereztek a közönségnek. A szádvári házaspár Baktakéken él. Mindketten pedagógusok. Szádvári Gyula mérnök tanár, Margit magyar történelem szakos tanár és gyógypedagógus volt. Mióta nyugdíjba vonultak, szívesen ragadnak tollat. A férj Rockenbauer Pál emlékére írta meg Irodkőtől Hollóházáig című könyvét, amelyben a Kék túra úton szerzett élményeiről számol be. Az élményeimet írtam le tulajdonképpen, Szerencsi Hírek című lapban jelentek meg a különböző események, illetve a túrákról szóló beszámolók, és utána ért az, hogy hát mondták, hogy szedjem össze, és pofozzam egy kicsit helyre, és ebből lehet egy könyv is. És így született a könyv tulajdonképpen. Hát ha egy magyar ember meghallja ezt a két települést, rögtön a Kék túra útvonal, illetve Rockenbauer Pál jut eszébe. Mi köze van a kettőnek egymáshoz? Hát az ő hatására kezdtem én a gyerekekkel a természetjárást, és nagyon jó barátok lettünk a filmforgatása során, a Másfilmről lépést című filmforgatása során, úgyhogy volt családom vendége a Pali többször, és mi is laktunk nála Budapesten a családdal, úgyhogy ez kapcsolja össze a két dolgot. Nekünk nagy öröm Sátoraljaújhelyeknek, hogy mi is kaptunk benne két oldalt, két és fél oldalt. Milyen élmények érték, amikor itt a mi vidékünkön, Újhelyben, illetve az Empléni hegységben járt? Hát aki kézbe veszi a könyvet, az látja, hogy megyénkről van a legtöbb történet, és ahol belép a Kék túra útvonal a megyébe, és ahol vége van, a két végpont közt 232 kilométer van, és ez a leghosszabb táv, ami valamelyik, akármelyik megyében is előfordul, és tulajdonképpen a Zempléni hegységben történtek olyan események, amik leginkább megragadták a figyelmemet, és megmaradtak bennem. Feleségével mindketten pedagógusok, mindketten írnak. Hát hogyan fér meg két dudás egy csárdában? Segítik, vagy kioltják egymást? Jól megvagyunk, mert ő leginkább verseket ír a feleségem. Én pedig ilyen természetjárással, természettel kapcsolatos dolgokkal foglalkozom, és így jól megvagyunk, kiegészítjük egymást, még pedig olyan módon, hogy ha megyünk valahova, akkor viszem a mamát, mert ő nem tud egyedül menni, mert van egy fiunk is, azt is, őt is vinni kell magunkkal, aki sajnos fogyatékos. Szádvári Margit Életmorzsák, Percek, Órák című kötetét mutatta be a közönségnek. Versek és novellák szerepelnek a kötetben. A versek végigvezetnek a négy évszakon, az ünnepkörökön. A novellák az emberi élet mindennapjait, a valóságot tárják az olvasók elé. Szádvári Margit 20 éve ír folyóiratoknak, antológiáknak. Első versét szó szerint a kényszer szülte, mert nem talált az alkalomhoz illő költeményt. Nem nagyon régen írok én. Egy körülbelül egy olyan 20 éve. Előtte nem volt szabad kapacitásom, mert ugye gimnázium, főiskola, családalapítás, munka, pedagógus voltam Baktakéken, és hát vidéken a pedagógus a mindenes. És annyira le voltam kötve, hogy nem jutott idő egy alkalommal. Összegyűlt egy ilyen tanteremre való régiség, különböző tárgyak, dokumentumok az iskolában, és avattuk a múzeumot. Aztán rögtön a magyarost kérték, hogy nézzél már valami verset a múzeum avatóra. Kolléganővel lapoztunk, kerestünk, nem volt, nincsen versiskola múzeum avatóra. Aztán mondtam, hogy jó, akkor majd én írok holnapra egyet. Aztán a kolléganő úgy nézett rám, hogy a lapozás talán
megártott. De én megírtam azt a verset, és másnap odaadtuk egy jószavaló fiúcskának, aki elmondta, és nagy sikere volt. És aztán úgy, mint mikor a folyó áttöri a gátat, az a sok felgyülemlett tanulás, meg tapasztalat, akkor kiömlött, és akkor kezdtem el verseket írni. Akkor kerestem kapcsolatot, hát először is megmutatni magam, antológiákban, pályázatokon, aztán pedig különböző szervezetekkel, így jutottam el az Akioszig, az egy országos szervezet, a íróknak, képzőművészeknek, és ott tevékenykedtünk, és ez gyűjti össze a egész Magyarországról, minden részről, ezeket a kis irodalmi szervezeteket, és eljutottunk az ország minden részébe, így eljutottak az írásaim is az ország minden részébe. A Dörmögödömötörtől egészen az irodalmi lapokig, folyóiratokig, és hát azóta írogatok, és azóta jelent meg már 4 könyvem, saját könyvem, és vagy 15 antológia. És most Csátoraljaújhelybe is elérkezett egy baráti kapcsolat segítségével, és itt most az Életmorzsák, Percek, Órák című könyvét mutatja be. Vidéken nőttem fel, ott is dolgoztam mindig, és közel a természethez. Általában a természet, az évszakok változása, ez nagyon jó téma. Aztán a mindennapi élet, a családom, a munkám, ünnepek és hétköznapok. És ez a könyv olyan, hogy az első részében felnőtteknek vannak versek, a közepén gyerekversek vannak, és a végén pedig egy pár novella, ugyanis van prózai művem is az írásaim között. Jókai Anna volt, aki azt mondta annak idején, hogy nagyon jól íriglésre méltóan fogalmazol, és novellista vagy elsősorban. És így születtek meg novellák, és akkor, mint egy kis novella fűzér, egy családregény. A szádvári házaspár baráti kapcsolat révén jött Sátoraljaújhelybe. Klóbert Gábor régi családi barátjuk hívta meg őket, hogy mások is megtapasztalják azt a lelki erőt, amely átsegíti őket életük nehézségein, és persze megismerjék műveiket is. 50 éve, hogy leszereltünk, és Gyulával együtt voltam, Katona Szádvárival, az egyik könyvnek a írójával, szerzőjével, és tudtam, hogy mind a ketten írnak, ő mérnök tanár, a felesége pedig gyógypedagógus, és egy időben jelent meg a könyvük, és megkérdezték, hogy nem lehetne egy ilyen alkalom. Összetalálkoztunk ugyanis, amióta 70 évesek elmúltunk, minden éven megbeszéltük, aki még él, Tolcsván egy nap találkozunk. A régi katonabarátok, ez is ritka, és így alakult ki ez a mai nap is. Megkerestem Mónikát, és ő igent mondott. Válasszuk őket külön, először vegyük a katonatársat, igen, Szádvári Gyulát. Neki ugye megjelent egy könyve, ami a Kék túra útvonalról szól. Mi az, amit ebből a könyvből az olvasó eltehet magának az emlékeibe, a tarisznyájába? Nagyon-nagyon olvasmányos, olyan szépen felépített könyv, hogy szinte minden gyereknek odaadnám történelemkönyvnek, mert ahol járt, ott a történelemtől, ami létezik annál a településnél, ami említhető, az mindent megemlít, mindent elmond, élményszerűen, túraszerűen beszámol vele. Több száz diákját vitte már végig, ő maga háromszoros kék túrás. Én merném ajánlani minden gyereknek, de felnőttnek is, mert annyira megismerteti a hazánkat, a hazaszeretetet, a természetet, az egészséges életmódra nevel, hogy mindenkinek ajánlanám. Most nézzük a feleséget, Margitot, akinek ugye verses kötetei, igen, is vannak, és te, mint vers szerető, milyen érzésekkel olvasod az ő verseit? Mit jelentenek számodra az ő költeményei és hát az írásai? Igen. Nekem ő meglepetés, mert én őt nem ismertem ilyen téren, csak egy pár éve ismertem meg, de hát szóval, mint mondtad, hogy szeretem és mondom a verseket, nagyon-nagyon szépen felépített 4 ciklusra van osztva, végig megy az egész éven. Tehát ami létezik a hóvirágtól a jégvirágig, bemutatja az egész évet, az ünnepeket, mindent, és fölosztja. Tehát benne van a fiatalság, a szerelem, a család, a gyereknevelés, és az életének egy nagy bánata, egy beteg fiú. Itt is van, mindenhol viszik magukkal, bármerre járnak a világon, viszik, és nevelik, szeretik a gyereket. Szinte naponta megkérdez, szeretünk, kedvelünk téged?
hús húsunkból, vér vérünkből, abból lettél szeretetből. Óvunk, védünk, nevelgetünk, a világgal ismertetünk. Te is más vagy, te sem vagy más. Mindenkiben az embert lásd. Magát tenni szebbé, jobbá, ember, aki ezt vallaná. Elfogadná embertársát, egyforma lenne a mással. Mai Nagybányaiak címmel nyílt kiállítás az Újbástya rendezvénycentrumban, a Művelődésháza, a Sárospataki Képtár és a Teleki Magyarház közös rendezésében. A tárlaton válogatást láthatnak az érdeklődők mai nagybányai magyar képzőművészek alkotásaiból. A hét képzőművész teljesen másképp látja a világot, egy azonban közös bennük, Nagybánya, a nagybányaiság. A Sárospataki Művelődésháza 2010 óta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi képviseleti pontja. Az elmúlt 4 évben olyan programokat kínáltak, amelyben egyrészt megismerhették az érdeklődők az erdélyi kulturális élet szervezeteit, másrészt közelebb hozták az anyaországiakhoz a szorványban élők kultúráját. A Művelődésháza igazgatója Csatlósné Komáromi Katalin szerint szerteágazóvá és hálózatossá tették a 4 év alatt az erdélyi kapcsolatokat. Ezt a kapcsolatot valójában a Dáné Tibor Kálmán Egyesületi Elnök és Bordás Pista kulturális szakértő munkatársa alapozta meg még a 90-es években, és az intézményünk nagy örömmel csatlakozott ehhez a szép tevékenységhez, és hát mi a kapcsolódás évében is erősen elhatároztuk, hogy ez ne csupán egy szép tábla legyen az intézményünkön belül, hanem tartalommal megtöltött valódi értékközvetítő kulturális csereprogram, amelyet számos szakmai tanácskozás, konferencia, kiállítás, látogatások jellemeztek az elmúlt években, sőt a intézményünk, mint akkreditált felnőtt képzési intézmény, egy nagyon komoly erdélyi kultúra, múltja és jelenét bemutató 32 órás képzési programmal is kint van a piacon. És hát ennek tulajdonképpen egyik állomása most ez a nagybányai Sárospatakon megrendezésre kerülő kiállítás, és az a Dávid Lajos, aki az ottani Magyar Házban, a Teleki Magyar Házban dolgozik, nagyon sokat tesz azért, hogy a magyar kultúrát, de ezen belül Sárospatakot is minél jobban ismerjék a nagybányaiak. És még egy fontos dolog, hogy a már említett képzési programjaink által eddig körülbelül 60 közművelődési szakembert vittünk el az ország különböző pontjából Erdélybe, úgy Budapestről, mint Kecskemétről, Pásztorról, Pécsről, Szekszárdról, tehát nagyon szerte ágazóvá és hálózatossá tettük ezt az együttműködést, és az Újpesti Kulturális Központ például a mi közreműködés szervezett nagybányai kiállítást Budapesten. Tehát azt gondolom, hogy ezek megint csak olyan lépések, amelyek megerősítenek minket abban, hogy ezzel a határon túli területtel érdemes ilyen aktivitással foglalkozni. A nagybányai festőiskola 7 alkotóművészének képei és kisplasztikái Bordás István képtárigazgató gyümölcsöző határmenti kapcsolatainak köszönhetően kerültek Sárospatakra. A világ számára, legalábbis a magyar művészetet ismerő világ számára mindenképpen egy rangot és egy minőséget jelent. Én azt gondolom, hogy jelen kiállítás is mutatja, hogy mind a hagyományos értelemben vett nagybányai plenér festészetben, mind pedig a modern művészetben az egy minőséget képvisel ma is a nagybányai képzőművészet. Az egész város képzőművészetéről nyilván nehéz lenne beszámolni, hiszen azért kiváló román művészek is alkotnak Nagybányán, ide kimondottan magyar művészek válogatását hoztuk el. Igazából mainak attól a milliótől nevezhető ez a dolog, ami a modern és a hagyományos képzőművészetnek egy egészséges keveredését jelenti, hiszen itt látunk nagyon idős művésztől klasszikus nagybányai festményeket, és látunk egészen új meg technikájában, anyagában és gondolatvilágában is új megközelítésű műveket is, de én úgy gondolom, hogy így kerek a világ, hát a nagybányai képzőművészek is másképp látják a világot külön-külön, már nem kell mindig ragaszkodni ahhoz, amit mi nagybányainak ismerünk. Az egy művészettörténeti korszak volt, ez pedig a jelen képzőművészete Nagybányán.
A kiállítás Dudás Gyula, a nagybányai festők Doaenye nyitotta meg, aki azt mondta, a képek hűen tükrözik a nagybányaiságot. Szerinte, ha akarnák, se tagadhatnák meg Nagybányát, mert mindannyian megfertőződtek. Amit mi csinálunk, ez a mesterség, ez egy mikroba. Ha benne van, bekerült az emberbe, nem tud szabadulni tőle, csinálnia kell. És hál' Istennek, régi volt növendékeim jönnek, találkozunk, és gratulálunk, megköszönjük, és igaza volt. Most jövünk, hogy mennyire igaza volt Gyula bácsinak a mikrobával, mert tényleg nem tudom, nem érzem jól magam, és nem tudom hagyni, hogy ha nem festek. Mitől nagybányai festő egy nagybányai festő? Attól, hogy nagybányán él, és akarva, nem akarva átveszi a nagybányai szellemet, az, ami uralkodik város szerte. Meg lehet ezt fogalmazni, ezt a szellemet, vagy csak képre lehet festeni, vászonra lehet festeni? Én magam, én nem tudom megmagyarázni, de úgy látszik, hogy benne van a levegőbe, és ha valaki komolyan veszi a mesterséget a festéstörténet esetben, és komolyan csinálja, akkor előbb-utóbb a munkáiból leolvasható ez. Gyula bácsi itt a mai nagybányaiak állítottak ki, de még Gyula bácsi a régi élvonalhoz tartozik. Pitai meg én vagyunk a lehanyatló társaság, és még mind újak. Mekkora teher a fiataloknak, a régieknek a szellemisége, vagy mekkora segítség? Hogyan tetszettek őket elindítani az úton? Nem hiszem, hogy teher lenne, hanem, hogy mondjam, igyekszenek ők is a szellemet átvenni, de a mai 21. századnak megfelelő átkölteni. És ez így igaz, ez így kell. Nekünk kezdetben, én 58-ban kerültem Nagybányára, akkor végeztem az akadémiát. Nagyon nehéz volt az akkori régi nagybányai lakosokkal, mert előttük a ferenci, a hollosi által festett képek voltak a mérvadó. És nagyon nehezen szokták meg, hogy az akkor letűnt. Most egy új időszakot, új korban élünk, és nekünk már nem szabad úgy dolgozni, úgy festeni, hanem a mai 21. századnak megfelelő munkákat csinálni. És remélem, hogy sikerül ez. A mai Nagybányaiak című kiállításon az érdeklődők megtekinthetik Győri Kinga különleges vászonra festett képeit is. Ő már az új nemzedék tagja, aki valami újat szeretne hozni a híres iskola életébe. Nekem például az egész nagybányai iskola arról szól, az újításról szól, mert az volt a lényege, hogy valami újat hoztak, akkor jöttek a fiatalok, ők megint valami újat hoztak. Tehát szerintem az egész hagyománynak a továbbvitele az, hogy az ember mindig hoz valami újat. Tehát nem maradhatunk meg a réginél, az én véleményem, hangsúlyozom. Az nem művészet, hogy mondjuk lemásoljuk a régieknek a munkáit, vagy megpróbálunk úgy dolgozni. Lehet ez egy jó kis gyakorlat, de mindenki kell egy kicsi mást hozzon, vagy magából hozzátegyen egy kicsit ahhoz az egész alkotáshoz. Mert az az újdonság, azt jelenti azt, hogy alkotsz valamit. Hogyha lemásolod, akkor ugyanott maradsz. És szerintem ez a nagybányai iskolának az egész lényege. És az idősebbektől pedig nagyon sokat tanultunk, úgy embernek lenni is megtanultunk, mint dolgozni is. Mióta fest, mióta része az életének az alkotás? Hát nagyon régóta, én 89-ben végeztem el a Kolozsvári Akadémiát, az Andrészkőt, és azóta dolgozok, és emellett még tanítok is. Az új generációt, az új nagybányai generációt? Hát igen, és remélem, hogy lesznek jó művészek belőlük. Ők mihez ragaszkodnak, a régihez vagy az újhoz? Hát én mindent megismertetek velük, hogy tudják ezt is, azt is, kinyitom az ajtókat, és akkor ők majd választják az utat, hogy merre mennek. Ahogy beléptem a kiállító térbe, már akkor megakadt a szemem azokon a különleges alkotásokon, amiket itt a sarokban láttam. Mikor kezdett ezzel foglalkozni? Egyáltalán milyen technika ez? Már elég régen foglalkozom ezzel a technikával, és tehát így lassanként alakítottam ki. Én tényleg egy ilyen különlegesebb, mert sablonokkal szoktam eltakarni a be nem festett felületeket, és a lényege az, hogy én már előről, tehát
első perctől kell lássam, hogy hogy fog kinézni a kép. Mert egy olyan pillanatba jut el, amikor már semmi nem látszik, és akkor kezdem kitakarni azokat a felületeket, és kezd kialakulni a rajz, meg akkor azt én is nagyon várom, azt az utolsó részt. Petőfi is megjelenik a címben, Júlia, a fa és a madár, ez azért nagyon beszédes, tehát valahol a lelkében valami mocorgott, a költészet, akár a muzsika, a természet, és hát a képzőművészet, jól gondolom? Hát igen, mert az egész Kolton kezdődött, Kolton nagybánya mellett van, és ott létrehoztunk egy ilyen nemzetközi festőtábort, ott az első alkotásom ez a somfa volt, és onnan indult az egész, és úgy jutottam el a madar, akik persze szeptember vége, hullók, stb. És akkor is szépen a kompozícióim alakultak ki, és így lett belőle egy egész kiállítás. Tehát önálló tárlat volt, és akkor abból látható itt egy pár munka. Dudás Gyula, Bitai Zoltán, Győri Kinga, Boar Szilvia, Kovács Bertalan, Lespál és Kása Dávid teljesen másként látják a világot, műveik mégis harmóniában vannak egymással, egységet sugároznak. Ez az egység pedig Nagybánya, a nagybányaiság. Bemutatták az Zemplén bakancslistája című könyvet. A kiadványt az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület adta ki a svájci hozzájárulási alap támogatásával. A szerkesztők Gécini Nagy Mária, Géci István és Hegyesi Gábor a Zempléni Tájvédelmi Körzet 30 éves évfordulójára készítették a könyvet, mely a körzet és az azt körülvevő kisebb tájegységek legszebb természeti és kulturális örökségét mutatja be. A színes kiadvány több száz képet és kultúrtörténeti leírást tartalmaz. Hasznos olvasmány mindenkinek. Zemplén legszebb természeti és épített örökségét mutatja be a Zemplén bakancslistája című könyv, amely a Zempléni Tájvédelmi Körzet 30 éves évfordulójára készült. Színes fotók és sok hasznos információ szerepel a könyvben, nem csak a Zempléni Tájvédelmi Körzet védett övezetéről, hanem az azt körülvevő tájakról is, a Bodrogközről, hegyaljáról, Meződülőről és a hegyközről. A szerkesztők úgy állították össze a kiadványt, mintha egy úti kalauz lenne. Ma van 30 éve, hogy hivatalosan megalapításra került a Zempléni Tájvédelmi Körzet, és ebből erre az alkalomra gyakorlatilag készítettünk egy pályázatot, amikor 2 évvel ezelőtt megjelent a svájci civil pályázati kiírás, és kezdtünk el gondolkodni, és így jutottunk el, hogy ennek a programnak lett a leglátványosabb eleme ennek a kiadványnak a megtervezését vagy elkészítése. A célunk az volt, illetve az egésznél is, hogy aki ide érkezik, az lássa, hogy mennyi sok változatos érték van itt, és akár heteket el lehet tölteni itt programokkal. Magát a könyvet pedig azt szerint fűztük fel, hogy a legtöbb vendég ugye délről érkezik, Tokaj felől, és mint egy ilyen úti kalauzként, hogy a végjön a hegy alján, elmenjen a Bodrog közbe, hegyköz, és utána Herned völgyébe vissza délre, mint egy úti kalauz úgy lett összeállítva. Most teljes elfogultsággal kérem a véleményed arról, mint természetvédő is, mint igazi zempléni, hogy beszélj egy kicsit arról, hogy mitől olyan szép ez a mi vidékünk, amivel akár bárkit ide lehet csalogatni a világ bármely részéről. Én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag ez az Abaúj Zempléni rész, tehát itt a Hernád és Tisza között, ez egy mini Magyarország. Ami Magyarországon megtalálható, egyedül itt a mészkővidékektől eltekintve, ami végig nem is igazán jellemző az országra, azon kívül gyakorlatilag mindennel rendelkezünk. Tehát itt a klasszikus alföldi táj, az utoljára szabályozott, és ezért leginkább természetközének megmaradt Bodrog völgye a holtágaival, a Bodrog közben már olyan homokdombok, ami a nyírségbe is, aztán a hegyközi medence, ami már megint, tehát bevezet a hegyvidék belsejébe, a Zemplén a maga vonulatai, vagy gyakorlatilag a leginkább kárpáti jellegű hegységünk, tehát nem kell elmenni az országba, és gyakorlatilag a Kárpátokba érezheti magát bárki, aki ide érkezik. Mivel itt haladt egy 2 fontos kereskedelmi útvonal, annak idején ugye a hegy alján az gyakorlatilag a mai Ukrajna irányába, a Hernád völgybe pedig Lengyelország felé, rengeteg a történelmi emlék, ugye a középkori várak, a kialakult újhely, mint város, mezővárosok, tehát rengeteg olyan van, ami itt kis területen, tehát ilyen halmozottan az országban talán sehol. Úgy érzem, hogy amellett, hogy ez egy nagyon szép és hiánypótló alkotás Zempléről, azért valahol nem csak azért született meg, hogy gyönyörködjünk a képekben, hanem ez egy felhívás is.
felénk, 21. századi emberek felé, jól gondolom? Természetesen, tehát a gondolkodás eleve az a pályázat is úgy fogalmaztuk meg, úgy írtuk bele, hogy ezt megkapja a környéke minden pedagógus, ugyanis ugye bevett gyakorlat, hogy a gyerekeket mindenőre viszik a világ végére Budapestre, külföldre kirándulni, és lehet, hogy a szomszéd településről meg semmit nem tudnak, és valami hasonló, ugye, hogy idegenforgalom fejlesztése újra meg újra szóba kell a környéken, és sajnos rengeteg olyan idegenforgalmi vállalkozó is van, aki igazából a szomszéd településre ismeri. Tehát akkor hogy tudja igazából ajánlani a vendégeknek, hogy tudják itt tartani a vendégeket. Másik, a gyerekek hogy fognak itt maradni, hogyha nem ismerik és nem látják az értékeket, hogy mi mindenre lehet építeni. Az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület 2 évvel ezelőtt meghirdetett egy fotópályázatot, és egy ajánlatlista alapján fényképeket kértek a jelentkezőktől. Ehhez jöttek még az egyesületi tagok fotói, és összeállt egy hatalmas fotóbázis, amelyből a legjobbakat válogatták a kiadványba. Kőszegéné Tóth Judit a Szent Erzsébet Zarándok úton készítette a fotót, amely éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor a zarándokok meglátják a fűzéri várat. Képével díjat is nyert. Judit nem tanult fotózni. Az érzései vezetik. Nem tanultam fotózni, viszont nagyon sok eseményen részt veszek. A Zempléni Gombász Egyesületnek a úgymond a nem hivatalos fotósa vagyok, és inkább az érzéseim vezetnek. Tehát amikor egy-egy eseményt látok, egy-egy kép a szemem elé villan, akkor azt próbálom megörökíteni. Mit szól a kiadványhoz? Gondolom most látta először, volt-e már ideje átlapozni, milyenek a benyomásai? Igen, átlapoztam. Gyönyörű lett a kiadvány szerintem. Eleve a rengeteg fotó, tehát most szerintem ennek ez volt a lényege, hogy minél több fotóval mutassuk meg Zemplénnek a természeti kincseit. Mindig azt szoktam mondani gombászkörökben, országos és nemzetközi szinten is, hogy Zemplén Magyarországnak a legszebb vidéke, legérintetlenebb, és mondjuk a gombák világa szempontjából pedig a leggombagazdagabb vidéke. Hogyan tud egy nem hivatásos fotós a természetvédelemben, az épített örökségek védelmében valamit tenni? Pontosan azzal, hogy megmutatja. Tehát a fotók révén mai világban nagyon sok emberhez el tud jutni. Egyrészt a honlapokon keresztül, a Facebook jó is, de azért megvan a maga jó oldala is, tehát nagyon-nagyon sok ember látja azokat a fotókat, amiket mi készítünk, és ez célunk is, hogy minél többen lássák. Az egyesület többfajta kiadványt készített már, de a Zemplén bakancslistája kiemelkedik a sorból, hiszen megjelenik benne az épített környezet és a kultúrtörténet is. Hegyesi Gábor, az egyesület elnöke, a könyv egyik szerkesztője úgy véli, ez a könyv egy metszet, amely a 3 szerkesztő szemével mutatja meg Zemplént. Sikerült egy elég látványos kiadványt, azt gondolom, megvalósítanunk. Nyilvánvalóan nem tudtunk mindent bemutatni. Volt, ahol bőségben voltak képek, valamiből túl sok kép is volt, tehát például a fűzéri várról végtelen számú képet kaptunk. Ugyanakkor, miután egy előre elhatározott, tehát mi 50 téma tervet adtunk ki a pályázatban, hogy azokról szeretnék elsősorban, de hát nyilván kerültek bele mások is, amiket később vettünk bele mások javaslatára, vagy mi is átgondoltuk, hogy valami kevesebb mennyiségben vagy arányban jelent meg, és akkor ott azt átcsoportosítottuk. Tehát egy tématerv alapján készítettük, és igyekeztünk ementén haladni, és ez alapján elkészíteni ezt. Elég változatosra sikerült, én azt gondolom, látva az egészet, hogy ez egy metszet, ez a mi metszetünk, mi most így készítettük el, már egy perccel később szerettünk volna változtatni rajta. Valójában azt is megfogalmazhatjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ez egyfajta letett anyag, ami folytatható, vagy általunk, vagy mások is gondolják át, esetleg ők is tudnak hasonlót, próbálkozzanak vele. Én azt gondolom, hogy a környékünk gazdagodott ezzel a kiadványjal. Nyilvánvalóan nem tökéletes, mindenki tudna szebb képeket készíteni, meg érdekesebb dolgokat, és hát ugyanakkor egy időmetszet is, tehát mi most ebben a pillanatban igyekeztünk azért friss képekkel feltölteni ezt a kiadványt, most mi ezt láttuk. Azt gondolom, hogy telnek múlnak majd az évek, és fognak változni a dolgok.
és akkor elő lehet venni ezt a kiadványt, mint ahogy én is előveszek régebbi kiadványokat, képeslapos könyveket, és megnézem azt, hogy ahol én élek, és én más tapasztalok, akkor milyen volt. A képek azok mindig olyanok, ugyan írhatunk alá bármilyen kísérő szöveget, a képek magukért beszélnek. És ezek kordokumentumok is tulajdonképpen, azt gondolom, hogy majd jó lesz ez akkor, amikor esetleg másképpen alakul a helyzet, más szempontok kerülnek elő. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy nyitott szemmel járjon, rögzítse a képeit, dátumozza, lelőhelyezze, hogy honnan származik, mikor ki fényképezte, és akkor majd lehet, hogy azok lesznek a következő ilyen kötetnek az éppen legjobb képei. Beleolvastam a bevezetőbe, elnök úr, te írtad a bevezetőjét, és hát külön kitérsz az abaújságra, illetve az zempléniségre. Miért olyan fontos ez nekünk? Hogyan jelenik meg ez ebben a kiadványban? Valójában ez egy érdekes, tehát én ebben benne éltem, én zempléniként élem az életemet, mert itt születtem, és nekem sokáig fel sem merült, hogy ez valójában egy érdekes meghasonulás azok részére, akik zempléninek vallják magukat, pedig abaújjak. Ez a történelemben is többször megjelent, ugye csak gondoljunk Szép Halomra, ami abaúj része volt, sokáig oda tartozott, majd Újhely városa, illetve hát a gyakorlatiság döntött úgy, hogy hát célszerű átvenni Zemplén megyébe, hogy tudják a széphalmi ügyeket Újhelyből rendesen intézni, mert megérdemelte az a terület is. És hasonlóképpen ugye a Hegyköz. Pálháza magát Zemplén szívének nevezi, holott abaújban van benne. Na most ugye ez egy történelmi tény, hogy abaúj központja, hogy a Kassa volt, és hát átkerült a trianoni döntés kapcsán egy másik országba, tehát nyilvánvalóan ez a funkciója elveszett, tehát kellett valami máshová szerveződni, és hát a mai napig valójában abaújnak igazi olyan központja nem lett, mint amilyen, legalábbis a Hegyköz irányából, a mi hegységünk irányából, amilyen Újhely. Már egy kicsit más a gönciek, a telkibányaiak hozzáállása, nyilvánvalóan ők közelebb vannak abaúj Szántóhoz, Szikszóhoz, Encshez, attól függ, hogy mire gondolnak. Valójában ők nagyon sokan a Hegyközben élő emberek, úgy látszik, hogy Zemplénnek érzik magukat. Mi köszönjük szépen a megtiszteltetést, hogy ez egy ilyen fontos megnevezés. A könyv megszólítja a 21. századi embert, hogy járjon nyitott szemmel, ismerje lakóhelye és a környék természeti és épített örökségét, védje és óvja környezetét. A kiadvány minden tájegység iskolájába eljut a jövőben. A Dohánygyári Fúvós Zenekar hagyományos újévi koncertjét hallgathatják meg január 3-án szombaton 18 órától a Sátoralja Újhelyi Latabár Színházban. Kedves nézőink, véget ért a mecénás, az Zemplén Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre. Viszontlátásra!